Pali, te annyi mindent tudsz a világról. Hallottál már a hialuronsavról? Na-na! A hialuronsav egy óriás molekula, kiváló vízmegkötő képességgel, tömegének akár 10 000-szeresét is képes megkötni. Nem véletlen, hogy előszeretettel alkalmazzák a szépségiparban is. Nekem csupán az a kérdésem, hogy vajon miként lehet eljutatni a bőrünk mélyebb rétegeibe? Gyanítom, hogy ön szakemberként rengeteg helyen megfordult, már sok módszerrel megismerkedett. Mi mellett tette le a voksát, és miért? Én olyan kezelések mellett, olyan hatóanyagok mellett tettem le a voksom, fogalmazzunk így, amelyek a lehető legkevesebb traumát okozzák a bőrnél, ahol a legoptimálisabb maga az eredmény, hogy az elérhető mindenféle mellékhatások, traumák és egyéb szövődmények nélkül, ráadásul lehetőleg fájdalommentes. Mivel tudunk látványos azonnali eredményt biztosítani? Lehetőleg a bőr saját lehetőségeit optimalizáljuk, használjuk ki olyan regeneráló hatású hatóanyagokkal, amelyek tulajdonképpen biostimulációs hatásoknál fogva ezt lehetőleg a legnagyobb mértékben kihasználják. A kezelés tekintetében, amely hatóanyagokat kiemelnénk, mert persze több hatóanyagról van szó, az első az a hialuronsav. A hialuronsavról köztudott, hogy egy széles körben alkalmazott anti-aging hatóanyag. Mindenki tudja, hogy rendkívül jól hidratál, jól ránctalanít, de azt azért kevesen tudják, hogy közben nagyon erőteljes regeneráló és antioxidáns hatással is bír. A kezelés másik, talán legfontosabb hatóanyaga a hexapeptid 8. Ő felelős az azonnali látványért, ugyanis a mimikai izmokra gyakorol hatást, azoknál éri el, hogy relaxálódni tudjanak. A kezelés milyen fázisokból áll? Teljesen a professzionális kezelések gyakorlatában megszokott letisztításból, illetve egy rendkívül kíméletes peelingezésből, ámlazításból áll. Utána történik a szérumnak, az ampulának a felvétele, ami tartalmazza azt az előbb említett peptid típust. Utána következik egy gélnek a felvétele, egy nagyon speciális hatóanyagot tartalmaz, egyfajta növekedési faktort, az epidermális növekedési faktort. Ez a hatóanyag lesz felelős azért, hogy kezelésünk egy hosszú távú, egy teljes szövet megújulási periódusban érvényesülni tudó hatást kifejtsen. A gél felvitelét követően egy szempad kerül felhelyezésre a szemek alá, amely anyagát tekintve egy rendkívül nagy tisztaságú biopolimer. Ennek a levételét követően következik a kezelés lezárása, amely záró kozmetikumokkal történik, ápolókrémekkel, külön a szemkörnyékre egy szemkörnyékápoló és egy revitalizáló hatású krémgél a további kezelt területekre. Egészségedre, kedves Éva! Az igazi visszajelzés számomra az, amikor a barátnőim mondják, most például hétvégén a Miss Balatonon, hogy mit csináltál a bőröddel, én is ki akarom próbálni, hogy annyira üde vagy, és úgy nézel ki, mintha 48 órát aludtál volna, úgyhogy tényleg számomra ez az igazi visszajelzés.